A Dombóvári Kertbarátok Egyesület alma és szilva fajta innovációról, biológiai növényvédelemről, illetve a gyümölcsültetvények telepítésének helyes gyakorlatáról szóló előadással várta a kertészkedés iránt érdeklődőket. Nevünk az úgy szól, hogy Kertbarát Egyesület, ez kicsit a lényeget is tartalmazza, tehát olyan barátoknak az egyesülése, akik kertészkedéssel foglalkoznak, tehát a lehetőséget arra, hogy azok az emberek, akik zöldségtermesztésre, gyümölcs szőlőtermesztésre foglalkoznak, a tapasztalataikat kicseréljék egymás között, és a taggyűléseinknek a másik lényeges eseménye a szakmai előadások, tehát nem csak egymás között a tapasztalatcsere, hanem előadók bevonásával. Ezek az előadók lehetnek a saját körünkből, de sok esetben magas szintű ismeretekkel rendelkező előadókat tudunk megnyerni arra, hogy nekünk különböző témákban előadásokat tartsanak. A mai előadás előadója, miután mi tagjai vagyunk a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének, ő felvette a kapcsolatot ezzel az Országos Szövetséggel, és onnan kapott címeket, javaslatokat, hogy hol látják szívesen. És miután olyan témával foglalkozik, ami bennünket kiemelten érdekel, így nagyon gyorsan létrejött a megállapodás a mai előadásról. Az egyesület tagjai gyakorta élnek olyan témajavaslattal, amivel kapcsolatban szívesen hagyatkoznának egy szakértő tanácsaira. Kétféleképpen működik. Az egyik az, hogy megpróbáljuk felmérni az igényeket. Ugye nálunk a meghatározó, hogy éppen milyen hónap, milyen évszak van, mert ahhoz kapcsolódnak az események, és akkor az interneten rengeteg olyan előadást található, ami komoly szakmai színvonalat képvisel, ezt letöltjük, vettünk egy projektort, és akkor így is tudunk előadást tartani. Ennek egyetlen hátránya van, hogy az előadóval nincs konzultációs lehetőség, ugye, hanem utána csak egymás között tudjuk megbeszélni, amit láttunk. A kertbarátok minden olyan lehetőséget kihasználnak, ahol tudásukat gyarapíthatják hasznos praktikák elsajátításával. Szekszárdon lesz március 12-én egy országos meccési bemutató. A meccés az egy nagyon bonyolult dolog. Kevés ember van, aki azt mondhatja magáról, hogy ő ebből mindent tud. Tehát nincs olyan gyakorlott szakember, vagy elméleti szakember, akitől ne lehetne valami újat és valami időszerűt hallani, ezért az állandóan műsorom van a meccés. Ez ahány gyümölcs, annyiféle megoldást igényel. Hamarosan itt a tavasz, amikor megkezdődnek a kertekben a munkák. Az ősz után ez az az időszak, amikor újra telepíthetünk olyan gyümölcsfákat, amelyekkel szeretnénk még gyarapítani a kertünket. Ilyenkor azonban számos tényezőt figyelembe kell venni. Már a fajta választás pillanatában nagyot lehet hibázni, utána a telepítéskor, utána az ápoláskor, utána a megtermelt gyümölcs marketingénél és értékesítésénél is nagyon nagyokat lehet hibázni. Mert egy házi kertnek ugyanúgy nagyon fontos, hogy milyen talaja van, tehát elsődleges a talaj, ugyanúgy, mint egy ültetvénynél, milyen a talajom kémhatása, milyen a szerves anyag tartalma, milyen a kötöttsége, kálciumkarbonát, nitrogén, foszfor, kálium tartalma. Ehhez megfelelő gyümölcsfajt, illetve fajtát, illetve alanyt kell választani a házi kertben is. Vannak olyan paraméterek, amelyeken 10 év alatt sem tudunk lényegében változtatni. Például jelentősen befolyásolni a kötöttséget, a kálciumkarbonát tartalmat, a kémhatást és a humusz tartalmat. Nem tudjuk. Valamennyire igen, de nagyságrendileg nem. A legfontosabb számomra az újdonságok, a gyümölcsfajta újdonságoknak a meghonosítása Magyarországon, de elsősorban olyan gyümölcsfajtákat keresek, amelyek betegség ellenállók. Például olyan almafajtákat, amik varasodással szemben ellenállóak, lisztharmattal szemben ellenállóak, vagy legalább toleránsak, hogy minél kevesebb hatóanyaggal tudjuk eredményesen megvédeni a gombabetegségekkel szemben. Ugyanígy a szilvánál a vírustoleráns szilvákat preferáljuk, és ezeket próbáljuk honosítani az országban. A Dombóvári Kertbarátok Egyesület által szervezett előadáson hasznos információkkal gazdagodtak az érdeklődők.